Köszöntöm nézőinket, önök a Tolna Táj televízió híradóját látják, Balog Erika vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Hétértékelő, milliárdok a szekszárdi úthálózat és az iskolák fejlesztésére. Nyári napközi, minden héten másik általános iskola felügyel a diákokra a Tolnai megye székhelyen. Nemzeti összetartozás napja, Tolna megye szerte megemlékezéseket tartottak. Uszoda felújítás, 15 évre gondolkodtak előre Bátaszéken. Milliárd forintból fejlesztik az úthálózatot Szekszárdon, ezt Ács Rezső, a várospolgármestere jelentette pénteken. A pénzből körforgalmakat építenek és újítanak fel, helyreállítják a Kesselyűsi út burkolatát, mellette pedig kerékpárutat alakítanak ki, és újra nyitják a lezárt Mátyás Király utcai vasúti átjárót. Másik közel 2 milliárd forintból pedig két iskola energetikai korszerűsítését oldják meg a Tolnai megye székhelyen. Itt a Kesselyűsi út kereszteződésében is kialakítanak hamarosan egy új körforgalmat, de a mostani elkerülő úton is lesz egy ilyen építmény, a csatárit pedig kibővítik. Ezek a munkafolyamatok is részei annak a projektnek, aminek során Szekszárd úthálózatát fejleszti az önkormányzat. Ezt Ács Rezső, a város polgármestere jelentette be pénteki hétértékelő sajtótájékoztatóján. Mint stábunknak elmondta, amíg az ilyen Szekszárd frakció a rigótojásokat számolja, addig ő és a hivatal újabb több milliárdos fejlesztés forrásainak előteremtésén dolgoztak. A körforgalmakra már tervben levő új elkerülő úthoz lesz leginkább szükség, de nem ez az egyetlen fejlesztés a projekt során. Ennek köszönhetően a teljes Kesselyűsi út egészen ki a Gemencék felújításra kerül, és mellette építjük egy kerékpárutat is, hiszen életfeszélyes ma kerékpárral kimenni a Gemencbe. Ennek a forrása köszönhetően meg tudjuk végre nyitni a Mátyás Király utcát, itt nagyon sok közmű van egyébként, amit ki kell váltani. Így a strandot, a sportcsarnokot és a még épülő uszodát a Mátyás Király utcáról is meg lehet majd közelíteni. A projekt részeként az alsóvárosi temetőnél egy új feltáróutat is kialakítanak. A Mátyás Király utca lezárt vasúti átjárójának megnyitása, a Kesselyűsi út újraburkolása és a kerékpárút, valamint a feltáróút kialakítása 5 milliárd forintba kerül majd. A pénz legnagyobb részét 4 milliárd forintot topos pályázaton nyert a város, további 1 milliárd forintot pedig a miniszterelnökség ajánlott fel. Az úthálózat fejlesztése mellett két iskola felújítása is hamarosan elkezdődhet Szekszárdon. A Baka István és a Dienes Valéria általános iskolák energetikai korszerűsítése során napelemeket kapnak az intézmények, a falakat leszigetelik, a nyílászárókat pedig újakra cserélik. A miniszterelnökség és itt is a pénzügyminisztérium támogatásának köszönhetően mind a két projektet meg tudjuk valósítani. Ez a kettő együtt majdnem 2 milliárd forintos projekt összességében. Munkagép dolgozik a Barátság utcában, a Generációk parkja alapjait készíti elő. Itt épül a város első olyan játszótere, ahol mosdó, kézmosó és pelenkázó is helyet kap. A város polgármestere azt mondja, már most népszerű a beruházás, ezért Ács Rezső a héten arról is döntött, hogy a helyszínen 26 új parkolót is kialakítanak, hogy a játszóteret használók és a környéken lakók is kényelmesen tudják itt letenni majd az autóikat. Visszaáll a 10 évvel ezelőtti rendszer az általános iskolások nyári felügyeletében Szekszárdon. Idén június 29-től már nem a Keresztény Nevelésért Alapítvány és az általa működtetett Comenius általános iskola bonyolítja ezt le, hanem a szekszárdi általános iskolák rotációs rendszerben. Az iskolák vezetői felosztották a nyarat, így minden héten más oktatási intézmény oldja meg a felügyeletet egészen augusztus végéig. A szekszárdi tankerületi központhoz tartozó intézményekben eddig összesen 150 szülő kérte a felügyeletet július elejére, ez a szám azonban változhat, mivel július 15-ig lehet igényelni a nyári napközis ellátást. Hetente olyan 350-360 diák, ez érvényes június második felére és július első két hetére. Ezt követően úgy látjuk, hogy csökkennek a létszámok, és a korábbi 350 tanuló után már csak ilyen 150-130 tanuló kérje a felügyeletet. Gerzsei Péter, a szekszárdi tankerületi központ igazgatója éppen arról beszél, hogy június második felére több szülő, július elejére azonban kevesebben kérték a nyári felügyeletet gyermeküknek eddig. Ez a szám azonban változhat, mivel július 15-ig lehet igényelni a nyári napközis ellátást a Tolnai megyeszékhelyen. Az ehhez szükséges adatlapot az intézményvezetők juttatják el a szülőknek, ezen lehet majd igényelni ezt a szolgáltatást.
Június 26-áig minden iskola maga oldja meg diákjai felügyeletét, utána azonban a települések önkormányzatai veszik át ezt a feladatot. Szekszárdon eddig a Comenius általános iskola látta el a gyerekek nyári napközis ellátását, idén azonban ez megváltozott. A keresztény nevelési alapítvány az elmúlt 10 évben magas színvonalon megoldotta az általános iskolák tanulói diákjainak a nyári felügyeletét. A 2019-20-as tanév után ezt a feladatot már vállalni nem tudja, de a város talált megoldást ennek a feladatnak a megoldására a tankerület igazgatójával és a nagyobb iskolák igazgatóival történt egyeztetések során ez meg fog oldódni. Vagyis minden szekszárdi oktatási intézmény, beleértve a gyakorló iskolát is, részt vesz a gyerekek nyári felügyeletében. Minden héten másik iskola biztosítja a napközis ellátást június 29-e és augusztus 19-e között. Az első héten a Babits Mihály általános iskolába lehet vinni az alsós, indokolt esetben az 5.-6. gyermekeket, ha a szülők munkájuk vagy egyéb ok miatt nem tudják megoldani gyermekük felügyeletét. Utána pedig a többi általános iskola következik, a sort szintén a 3-as iskola zárja augusztus végén. Tolna megye szerte megemlékeztek a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójáról. A felszólalók az összetartozás erősítésének fontosságát emelték ki, és arról is beszéltek. Vissza sosem fordultál, volt, hogy út vitt jó felé, volt, hogy szél vitt baj elé. A Bátaszéken élők 100 évvel ezelőtt saját bőrükön érezhették meg, mit jelentett Trianon, hiszen akkor még a város a szerb királyság részéhez tartozott. A trianoni békedekrétum aláírásának 100. évfordulóján az események felidézésével indult az emlékünnepség, majd a városban működő egyházak vezetői mondták el gondolataikat. Bozsolik Róbert polgármester azt mondta, bár Magyarország már nem lehet egységes, de a nemzet egységén folyamatosan munkálkodni kell. Az elmúlt időszakban nem biztos, hogy abba az irányba törekedtünk, hogy ez a nemzet egységes tudjon lenni. Azt gondolom mindenkinek, aki közélettel, politikával foglalkozik, nagyon nagy felelőssége van ebben. Talán azt, ha kijelenteni nem is lehet, de mindenképpen én úgy érzem, hogy egy ország már nem biztos, hogy lehetünk, de egy nemzet igen. Dombóváron az év elején létrejött a Trianon Bizottság. A testület a helyi székelykör bevonásával számos programot szervezett az év folyamán, ám a koronavírus járvány átírta a terveket. A jelen állás szerint minden korábbi rendezvényt az év második felében tető alá hoznak, mondta Pintér Szilárd, polgármester. Kerényi Zsolt alpolgármester arról szólt, elsősorban a diákokat és történelemtanárokat akarják mozgósítani. A terveink szerint a legtöbb rendezvényt azért meg tudjuk tartani az ősszel. Ezek között vannak előadások, ismeretterjesztő előadások és művészeti jellegű előadások is, illetve nagyon szeretnénk az iskolásokat, általános és középiskolásokat is bevonni, szintén ezen a két szinten. Tehát történelem és magyar tanárok segítségével egyáltalán megismertetni, megértetni, érzelmileg is megértetni a gyerekekkel, hogy mi a trianoni tragédia tulajdonképpen. A trianoni békeszerződés aláírása 100. évfordulójának tiszteletére rendeztek ünnepséget Pakson, jelképesen az aláírás időpontjához kötött kezdéssel. Szabó Péter, Paks polgármestere beszédében emlékeztetett arra, hogy elvették országunk területének 2/3, és a 18 milliós lakosságunk alig több, mint 7,5 millióra olvadt. A saját hazájában idegenné váló magyaroknak rengeteg nehézséggel, hazugsággal, nem egyszer erőszakkal is szembe kellett nézniük. Száz másodpercig tartó harangozással emlékeztek meg sok helyen az országban a trianoni békediktátum centenáriumára. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyülési képviselője, Alsónánál rótta le a tiszteletét a Nemzeti Összetartozás napján. Nem volt olyan magyar család, akiket valamilyen módon ne érintett volna Trianon traumája, Trianonnak a fájdalma. Hiszen
egy pillanat alatt Magyarország területének kétharmadát vágták le az országról. Felújítják a bátaszéki uszodát, a létesítményt 12 éve adták át, azóta pedig nem kellett hozzányúlni. A város üzemeltetési cég vezetője azt mondja, most úgy terveznek, hogy újabb 15 évig biztosan ne legyen gond az uszodával. Március 16-a volt a vallakat a bátaszéki tanúszoda ajtaján. Bár az úszásoktatás és az edzések elmaradtak, nem néptelenedett el az intézmény. A város ezt az időt egy jelentős korszerűsítésre fordította, kiküszöbölve egy komolyabb állatkárosodás létrejöttét. Papp Péter, a városüzemeltetést végző Bátkom Kft. Igazgatója azt mondta, 15 évre gondolkodtak előre, így minőségi anyagokat használtak fel a munkák során. Komoly munkálatok folytak több millió forintos értékben. A medencetereknek a felújítása, amely egy teljesen új fugázást jelent, ami hát a 12 éves hát használat alatt igen elhasználódott. És a nagymedencének a felújítása meg is történt, már azt gondoljuk, hogy teljesen megfelelő minőségben, olyan anyagokkal, amelyek a mai műszaki színvonalnak megfelelőek. Emellett a szivattyúk, a vízgépészeti berendezések és az elektromos eszközök korszerűbbé tétele is megtörtént. A leállás jelentősebb bevételi forrás kiesést is jelentett. Papp Péter azt mondja, arra törekszenek, hogy ne kelljen az önkormányzatnak plusz forrásokat biztosítani az uszoda működtetésére. A most elvégzett rekonstrukció megközelíti a 40 millió forintot, mely a város költségvetését terhelte. Újra kinyithatnak június 16-ától a mozik, a színházak és a múzeumok. A Szekszárdi Vosinszky Mór megyei múzeumnál már a nyitásra készülnek, a Magyarországi Német Színház vezetője viszont azt mondja, ők egyelőre inkább csak szabadtéri darabokat adnak elő. Nyitott ajtókkal várná már a látogatókat a Szekszárdi Vosinszky Mór Múzeum. Ódor János igazgató elmondta, hogy bár a szakmai munka folyamatos volt, de a múzeumot a kiállításain keresztül ismerik meg a látogatók. A 3 hónapnyi bezártság alatt a statisztikák alapján közel egyharmadára esett a látogatók száma, vagyis körülbelül 20 000 vendéget veszített az intézmény. Reménykednek a mielőbbi nyitásban, de továbbra is türelmesen várják a kormányzati rendelkezéseket. Maga a nyitás az akkor fog majd bekövetkezni, hogyha június 16-án a parlament elfogadja, remélhetőleg minél hamarabb el fogja fogadni ezt a járványügyi helyzetet lezáró törvényt, a köztársaság elnök aláírja, és ebben a törvényben lesznek azok a passzusok, amelyek lehetővé teszik majd a könyvtárak, múzeumok, illetve színházaknak a megnyitását is. Ódor János elmondta, hogy ez szerinte legjobb esetben a június 16-át követő héten be is következhet, és a múzeum ezt ugrásra készen várja. A Szekszárdi Német Színház kapott levelet a kulturális államtitkárságtól, de Gulyás Gergely miniszterelnök bejelentésével kapcsolatban nem tartalmazott információt. Mi továbbra is szabadtéri előadásra készülünk, tehát semmilyen információnk arról nincs, hogy a belső közönségforgalmi terek mikor nyithatnak és milyen szabályozással. Hetente szoktunk a kulturális államtitkárságtól levelet kapni, ez a tegnapi levélben egyáltalán nem volt még benne, tehát továbbra is az van érvényben, hogy szabadtéren lehet rendezvényeket tartani. A színház nem tudja még, hogy milyen feltételekkel nyithatnak majd ki. Ha továbbra is be kell tartani a beltéri rendezvények esetén a 1,5 méteres távolságot, akkor az amúgy sem túl nagy 80 férőhelyes színházteremben maximum 20 ember fér majd el. Locz Katalin igazgató elmondta, hogy akkor inkább kivárnak és szabadtéri előadásokat tartanak, ahogy azt tervezték is. 1 millió forintot lopott egy 17 éves nevelőintézetben élő fiú. A rendőrök elfogták, de a bíró nem látta indokoltnak letartóztatását. A fiú ezért visszatérhetett a társadalomba, ám néhány nappal később újra lopáson kapták. Videón, ahogy a rendőrök elfogják a 17 éves besurranó tolvajt, egy nő jelentette fel, akinek a lakásából táskát, pénzt és mobiltelefont lopott. A rendőrök a lopástól számított néhány órán belül elfogták. A 17 éves fiú a bűncselekményt nem ismerte el, azonban arra magyarázatot adni nem tudott, hogy a mobiltelefon hogy került hozzá. A fiú az elfogás előtt mindössze egy héttel ugyanígy kihallgatáson vett részt, akkor rengeteg készpénzt találtak nála egy utcai igazoltatás során, amiről nem tudta megmondani, hogy honnan szerezte. Kiderült, hogy 1 millió forintnyi készpénzzel, valamint számára nem az ő tulajdonában lévő aranyékszerekkel sétált az utcán. Ekkor kollégáim elfogták,
és ellenőrzése során kiderült az is, hogy körözték, mert megszökött a szexádi nevelő otthonból. A fiút a bíró egyik esetben sem tartóztatta le, ezért az egy hét alatt elkövetett több bűncselekmény ellenére is szabadlábon védekezhet. Regionális híreink következnek Baranya és Somogy megyékből. Parkolófejlesztés és irodaházépítés Pécsen, lezárások és ideiglenes terület az autósoknak. Kisebb károk az időjárás miatt a dinnyeföldeken, július közepétől érik be az ormánsági mézédes gyümölcs. Összetartozás, körbe táncolják a Kárpát-medencét. Június 15-ével megkezdődik a Centrum parkoló felújítása, adta hírül közleményben a pécsi önkormányzat. A parkolófejlesztési projekt része az ifjúsági ház felújítása is, ennek a munkálatai már tavaly szeptemberben megkezdődtek. A terület részleges lezárásra kerül, így a gépjárműveknek ideiglenes parkolót alakítanak ki az Ipar utcában. A két belvárosi beruházás összesen 1,1 milliárd forintba kerül, amit pályázati forrásból fizet a pécsi önkormányzat. Javában folynak a munkálatok az egykori ifjúsági ház épületén Pécsett tavaly szeptember óta. Új szintet is kap az önkormányzat ingatlan, ahol irodákat alakítanak ki pályázati forrásból. Jelen pillanatban 50%-os készültségen áll az IA épületek a felújítása. A vállalkozási szerződés 720 millió forint került megállapításra, vagy úgy került megkötésre. Tervezetten 2020. szeptember közepén kerül elkészítésre az IA épülete. Összesen 1900 négyzetméter irodahelyiséget építenek meg. Ezeket egy licit eljárás során adja majd bérbe a pécsi önkormányzat. De nem csak az IH épülete, hanem a mellette lévő centrumparkoló is megújul 390 millió forintból. A munkálatokat június 15-én kezdik, és két ütemben újul meg a terület. A délről a főbe közlekedési út megnyitása megmarad, innentől a keleti oldal lezárásra kerül, a nyugati oldal, az uzalékos nyugati oldal ugye továbbra is használható marad. A keleti oldal ugye lezárása helyett az ipari úton, a Bokáccsó, régi Bokáccsó területén, ugye ideiglenesek kialakításra került egy parkoló. A centrum parkolót jövő év április elejéig újítják fel. A keleti felét elsőként, majd a nyugatit, így 252 jármű beálló kerül kialakításra. Mellettük elektromos töltőállomásból összesen 4 lesz a beruházás után. Parkosítani is fognak a területen. Ideiglenesen a volt Bokáccsó helyén 160 autót tud parkolni, díj ellenében. Kivétel a bérletesek, akiknek nem kell majd itt fizetniük. Csak az elmúlt héten 32 közlekedési baleset történt Baranya megye útjain, ebből 28 anyagi káros volt, 4 eset pedig személyi sérüléssel járt. A balesetek főbb okozója továbbra is a gyorshajtás. Már a tavalyi évben is elkaptak két sofőrt, akik a Zsolnai Vilmos úton mintegy 130 km/h sebességgel versenyeztek. Most újabb gyorshajtót kaptak Lencse végre a pécsi rendőrök. A gépkocsi vezető majdnem megháromszorozta a megengedett 50 km/h sebességhatárt, ráadásul a piroson is áthajtott. Az esetről a rendőrautóba szerelt mérőberendezés készített felvételt, amit közé is tettek. A szabályszegő a sebesség túllépésért 300 ezer forint bírságot és 8 büntetőpontot, a tilos jelzésen való áthaladásért pedig 50 ezer forint bírságot és további 8 büntetőpontot kapott. A Siklósi úti felüljáron 146 km/h sebességgel szágoldott egy járművezető Siklós irányába, figyelmen kívül hagyva a forgalomirányító jelző lámpa sárga, majd tilos jelzését is. Nem lassított és nem is állt meg. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság a továbbiakban is kiemelt figyelmet fordít a sebességtúllépés ellenőrzésére, akár civil járművekből is, illetve az ittas vezetők és a dinamikus szabályszegést elkövető kiszűrésére. Közeledik a dinnye szezon, azonban az időjárás nem kedvez a gyümölcs beérésének. A fagyok, a jégeső, az alacsony hőmérséklet gondot okozhat a gazdáknak. Erről kérdeztük az ormánsági termelőt, aki szerint idén sem kell kevesebb dinnyével beérnünk Baranya megyében. Ormánsági dinnye kóstoltatás a pécsi Kossuth téren. Tavaly júliusban készültek ezek a felvételek. Az idei dinnyeültetvények az időjárásnak megfelelő állapotban vannak jelenleg, mondja a termelő.
A mostani hűvösebb éjszakák egy kicsit visszafogott, visszafogták a területeket, de növényvédelemmel egy gondos kezelésre ezek pillanatokon belül visszafordíthatók. Nem látok olyan problémát, hogy itt akár kevesebb vagy rosszabb minőségű dinnye lenne baranyában, mint ami szokott. Az áprilisi fagyok után a palánták 20%-át érte kár. Ezek helyett ültettek másikat a termesztők. A jégeső sem okozott kárt a növényben, mondja Horváth Béla. A szüretre azonban még várni kell. A mostani állapotra én úgy gondolom, július vége, július eleje az első dinnyék meg fognak jelenni. A dömping az én úgy gondolom a július 10-e, amikor már nagyobb mennyiségben fog megjelenni a romansági dinnye. Egy hónap múlva tehát indulhat a kifejlett dinnyék begyűjtése. Addig azonban még sok munka van hátra. A szabadföldi állományt ezen a héten ültetik ki a dinnyések, hogy a következő hónapokban mézédes termést hozhassanak. Összetartozás 100 folk, körbetáncoljuk a Kárpát-medencét címmel indult a közelmúltban kezdeményezés a néptáncos berkekben, amelynek az volt a célja, hogy június 4-ére a Nemzeti Összetartozás napjára emlékezve mutassák be zenéjüket, táncaikat az adott tájegységben élők. Somogyból több együttes is csatlakozott a felhíváshoz. Zselici viseletben helyi ritmusokra táncolt Horváth Tibor és Zóka Éva. A Zselic tánc együttes művészeti vezetői gyermekeiket is bevonták a produkcióba. Családilag táncoltunk, illetve hát az Alán volt a zenészünk, és hát a Szenna is Kanzenben azt gondolom, hogy ez nagyon szépen sikerült is. Mint mesélték, egyértelmű volt, hogy csatlakoznak a felhíváshoz, s videón örökítik meg a zselici táncokat. Az országban nagyon jeles képviselői a néptáncnak csatlakoztak már, és mi is úgy gondoltuk, hogy innen Somogyból mindenképpen ezt megtesszük, és a somogyi táncanyagot, viseletet ezzel próbáljuk úgymond egy kicsit népszerűsíteni. A Gencsapáti Hagyományőrző Néptánc Együttes és az ELTE Szavária Egyetemi Központ Szökős Néptánc Együttes kezdeményezésére indult a felhívás, hogy Trianon 100. évfordulóján a népi hagyományok bemutatásával emlékezzenek a magyarság szétszakítására és a ma is őrzött folk örökségre. A Somogy Tánc Együttes néhány tagja somogyi muzsikára, somogyi friss és lassú csártást, üveges és kanásztáncot járt a Riprónai villánál. Természetesen nem csak a mai Magyarország területéről vártak ilyen anyagokat, hanem a történelmi Magyarország területéről, és ahogy én néztem, készült egy térkép ehhez. Ahogy én néztem, nagyon sokan küldtek Erdélyből, Vajdaságból, Szlovéniából, Felvidékről, Kárpátaljáról, úgyhogy több mint 300 anyag érkezett be. A pár perces videók által pedig megmutatják a Kárpát-medence népzenéjét és néptáncait, amelyeket még ma is őriznek határon innen és túl. Most nézzük legfontosabb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Hétértékelő, milliárdok a szekszárdi úthálózat és az iskolák fejlesztésére. Nyári napközi, minden héten másik általános iskola felügyel a diákokra a Tolnai megye székhelyen. Nemzeti összetartozás napja, Tolna megye szerte megemlékezéseket tartottak. Uszoda felújítás, 15 évre gondolkodtak előre Bátaszéken. Szombaton túlnyomóan napos időre lehet számítani futóesőkkel, majd vasárnaptól napos és erősen gomoly felhős, borongós időszakok váltják egymást, sokfelé záporok, zivatarok kíséretében. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!